igyekezünk, tehát még próbáljuk, de ahogy mondtam, tartani magunkat, és nem mondom azt, hogy a külsőségekről van szó, mert hát ez azért attól sokkal komolyabb, én is úgy gondolom, hogy ez a falunak is sokkal komolyabb és tartalmasabb volt attól, hogy külsőségekről szólna. Ugye, aki látta itt a programokat, a tegnapit is, főleg a tegnapit, ugye a pénteki nyitó rendezvényeket, azért tapasztalhatta, hogy itt nem csak a könnyed szórakozás ideje volt, hanem az önkormányzat által létrehozott értékeknek a bemutatása is napirendre került. És milyen programok voltak tegnap? Hát tegnap ugye kezdtünk este a faluházban a legújabb önkormányzatunk által kiadott kis könyvecskének a bemutatásával, a Letűnkorok emlékezete című könyv, aminek a szerzője a Bácsmege Gábor és Guba Szilvia régészek, a Kubinyi Ferenc Múzeum régészei. És szerencse volt abba is, hogy a 21-es szélesítésével kapcsolatosan lehetőség volt arra, hogy beépítettek egy bizonyos összeget, hogy az ott lévő értékeket, fölben lévő értékeket felszínre hozzák, és annak a tájnak, annak a környéknek a történelmét még jobban feltárhassák. 15.000 négyzetméteren, mit mondta a polgármester úr is, ugye 7.000 év anyaga került elő. Na most kérem szépen, ennek az egész munkának a története, mint amit van itt le van írva, az impresszumban annyit mondhatjuk, hogy lektorált a dr. Vadai Andrea, a Régészeti Intézetnek a munkatársa, kötetet kiadta Szurtó Püspök Község önkormányzata, a kötet szépségéért a Polár Stúdió érdemelt dicséretet, és a forrásfeltáró fotókat készítette Farkas Gábor, a tárgyfotókat készítette Niklas Larsson. Mondhatnánk, ő is megmutathatja magát minden további nélkül, mondhatnánk, hogy nemzetközi kiadványról van szó, mert ugye a szerkesztés, dizájn ugyancsak az ő munkát dicséri, és a fordítást egy Guba Szilvia zenevető hölgy követte el. De hogy mennyi embernek volt még itt munkája, idő hiányába a köszönet nyilvánás címszónál, másfél oldal, a köszönet nyilvánás címszónál ott vannak benne, akik rajzoltak, fényképeztek, ástak, másztak, kúztak, kibontották a kemencéket, megtalálták az értékeket, és a későbben pedig ezeket az értékeket kérem szépen restaurálták és színessé téve számunkra élvezhetővé tették. Legyen a szó a mű elkövetői, mondjuk a rendőrtiszteké, akik a nyomozást végezték, és gondolom elsőnek a parancsnok vagy éppen a beosztott képszó törzséget. Kérem? Tehát maradjon a parancsnok. Köszönöm. Ilyen ketten állunk itt, de tényleg nagyon sok ember munkája fekszik ebben, és én azt gondolom, hogy egy párat meghívtunk közülük, és kérem álljanak föl. Elsőként pont Niklas Larsson illetnék köszönet, aki az ásatáson állj föl, Niklas. Szintén részt vett az ásatáson Palgitka György, akkor még régész hallgató, most már végzett régész. Illetve egy helybéli fiatalember, aki lelkesedéssel állt neki munkába, de nem ezt a pályát választja, Kis Ádám. Valamint elég ültetlen érdemei vannak Bozó Bélának, Bozó Jánosnak, Valéri Tamásnak, a meghatározó elemei voltak, végül pedig az utómunkálatokban Beres Győrt restaurátor. Amit említettem, az ő munkájuk is benne van, hogy ez a könyv ez így sikeredett, forgassák szeretettel, remélem, hogy
nagyon örülünk, hogy sikerült ilyen, tényleg nyugodtan mondhatom, reprezentatív és szép kis kiadványt létrehozunk, gyönyörű színes fotókkal, mindenki számára érthető szöveggel, és hát ezt mutattuk be először a faluházba, majd utána egy helybéli fiatal ember, a Hugyec Erik, motocross versenyzőnek a érem és serleg gyűjteményét több száz, 200 inkább így mond körüli ilyen díja van ennek a fiúnak. Közép-Európa bajnok, a legnagyobb elismerése, amit eddig szerzett. Kevesen tudnak róla még itt a faluban is, és úgy gondoltuk, hogy az ő ilyen gyűjteményét is bemutatjuk. Pedig egy festőművész kiállítását nyitottuk meg itt az iskola Radnai galériájában. Dr. Demjén István Cseréfalu lakója, egyébként nem helybeli. Hát már minden helybeli alkotónkat az elmúlt évek során bemutattuk, és próbálunk lélekben, tájban, hozzánk közel álló művészeket is bemutatni, így most rákerült a sor. Azt hiszem, ha aki megnézi a képeit, az talán meg is lepődik, hogy ilyen kvalitású művészetre tudtunk hozni. Két Sáros az, aki diák, mert minket
a közös sorsunk hozott össze Pistával, aki vitte ezt a pataki szellemet tovább közülünk. Legmagasabbra, így értékelem, ismerve a 62 végzős társamat, és én nagyon örülök, mivel minden démosztennésznél szebben beszél a tette, hát ez a tette pedig egy nagyon csendes szemlélődés lesz majd. Ugye a képeknek a megtekintése, én lassan át is adnám a szót a léleknek, a szemnek, hogy tessenek megnézni. Ezek olyan képek, hogy a legegyszerűbb ember is tud gyönyörködni benne. Nem kell számítógépeket, meg nem tudom milyen állásokat bánítani, hogy no, mit is tudnék előbb a klikszkaksz valamból kisodorni, vagy kivenni. Dermesztő, riasztó, állítólag művészi alkotásoknak. Ezeket szeretjük, mert az a mondása jól összefoglalja Vörös Mártinak az ide vonatkozó gondolatunkat is, hogy ha egész világ nem a birtokunk, amit a szívbe foghat saját magával, saját magával csak annyit mondhatunk. With its smoothest hand, correct.
Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent Lukács könyvéből. Már sokan vállalkoztak arra, hogy a körünkben lejátszódott eseményeket leírják úgy, ahogy ránk maradt azoktól, akik kezdettől fogva szemtanúi és szolgái voltak az isteni igének. Most jónak láttam én is, hogy elejétől kezdve mindennek pontosan utána járjak, és sorban leírjak neked mindent, tiszteletre méltó Teofil, hogy meggyőződjél róla, mennyire megbízhatók azok a tanítások, amelyekre oktattak. Abban az időben Jézus a lélek erejével visszatért Galileába. A híre elterjedt az egész környéken, tanított a zsinagógákban, és mindenki elismeréssel beszélt róla. Eljutott Názáretbe is, ahol nevelkedett. Szokása szerint bement szombaton a zsinagógába, és olvasásra jelentkezett. Izajás próféta könyvét adták oda neki. Szétbontotta a tekercset, és éppen arra a helyre talált, ahol ez volt írva. Az Úr lelke van rajtam, fölkent engem és elküldött, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek, és hirdessem a foglyoknak a szabadulást, a vakoknak a látást, hogy szabaddá tegyem az elnyomattakat, és hirdessem, elérkezett az Úr esztendeje. Összetekerte az írást, átadta a szolgának és leült. A zsinagógában minden szem rászegeződött. Ő pedig elkezdte beszédét. Ma beteljesedett az írás, amelyet az imént hallottatok. Ezek az evangélium igéi. Me.
Imádkozzatok, testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Fogadja el az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész szeretett egyház javára. Istenünk, fogad atyai szeretettel és szenteld meg adományainkat, hogy megszerezzék számunkra a boldogságot Krisztus, ami Urunk által. Amen. Az Úr legyen veletek. És a te lelkeddel. Emeljük föl szívünket. Fölemeljük az Úrhoz. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Méltó és igazságos. Hűséges és irgalmas Atyánk, hálát adunk neked, mert nekünk adtad fiadat Jézust, Urunkat és testvérünket. Ő szerette a szegényt, a beteget, a kitaszítottat és a bűnöst, nem ment el részvét nélkül semmiféle ínség mellett. Az ő élete és tanítása arra oktat minket, hogy olyan Isten vagy, aki úgy viselett gondunkat, mint ahogy egy atya törődik gyermekével. Nagy jóságodért magasztalunk téged, és az angyalokkal együtt fölségen dicséretét szengjük. Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk tehát, küldd el szent lelkedet, el kenyérre és borra, hogy Jézus Krisztus jelen legyen közöttünk testével és vérével. Ő ugyanis a kényszenvedés előtti estén, vacsora közben kezébe vette a kenyeret, majd hálát adott, megtörte, tanítványainak adta és így szólt. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott. Odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és mindenkiért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme üdvösségünk szent titka. Halálodat hirdetjük, Úrunk, és itt elvalljuk föltámadásodat, amíg el nem jössz. Jóságos Atyánk, most ünnepi lélekkel megváltásunk emlékét üljük, és hirdetjük, hogy szeretsz minket. Kényszenvedése és halála által a Szent Fiad átment az új életbe, és feltámadásával eljutott a te dicsőségedbe. Nézz jóságosan erre az áldozatra, Jézusra, aki testét és vérét odaadja értünk, és megnyitja nekünk az utat hozzád mennyei Atyánkhoz. Istenünk, ajándékozz nekünk Szent Fiad lelkét, a szeretet lelkét. Erősíts meg Fiadnak testével és vérével, és az ő képmására újíts meg minket. Add, hogy az egyház minden tagja megértse az idők jeleit, és növekedjen az evangéliumhoz való hűségben. Nyisd meg szívünket a körülöttünk élő emberek iránt, hogy szeretettel megosszuk bánatukat és aggodalmaikat,
reményeiket és örömeiket, és utat mutassunk nekik a boldogságra. Mennyei atyánk, irgalmas testvéreinknek, aki Krisztus békéjébe hunytak el, és légy irgalmas minden meghalthoz, akinek hitét csak te ismered. Ha pedig majd a mi útunk véget ér, védj fel minket is országodba, ahol az élet teljessége és az örök boldogság vár ránk. Engedd, Urunk, hogy Isten anyjával, a boldogság a szűzanyával, az apostolokkal és minden szenteddel együtt, Urunk Jézus Krisztus által, téged dicsőítsünk és áldjunk. Ő általa, ő vele, és ő benne a tiéd, mindenható Atya Isten, a Szent Lélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. A Krisztussal feltámadtunk, Isten gyermekei vagyunk, és nagy bizalommal így merünk imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak, dicsőséges eljöttét. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké, amen. Urunk Jézus Krisztus, azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. És a te lelkeddel. Köszöntsük egymást a béke jelével. Legyen békes. Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit, boldogok, akiket meghív asztalához Jézus, az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az életet.
együnk. Kérünk mindenható Istenünk, add, hogy éltető kegyelmed erejéből mindig boldogan szolgáljunk neked, Krisztus, ami Urunk által. Az Úr legyen veletek, és a te lelkeddel. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. Amen. Tisztelt jelenlévők, kedves Szeráf Atya, abból az alkalomból, hogy talán az utolsó, vagy legalábbis egyik utolsó misédet tartod itt a faluban, szeretnék én is valamennyiünk nevében elbúcsúzni tőled. Mindazok nevében, akik itt vannak, és akik nincsenek is itt, esetleg most, de tisztelnek és szeretnek téged. Hát én kívánom neked, hogy az új helyeden ugyanilyen szerető közösséget találjál, akik közé ugyanígy be tudsz illeszkedni, mint közénk, és ugyanolyan eredményes szolgálatot tudsz kifejteni, mint itt a mi falunkban. Azt kívánjuk neked, hogy érezd magad ott, Varsányban is ugyanolyan jól, mint nálunk, és hát, hogy ne feledjél el bennünket, és jó emlékezetedben tartsál meg. Én szeretnék az egész falu közössége nevében néhány olyan apró emléktárgyat átadni neked, amikre ha rátekintesz, akkor remélem mi fogunk eszedbe jutni. Köszönöm szépen. És akkor az idej, vagyis a mai napon, a szombati napon pedig hát inkább a szórakozásnak az ideje van, bár itt is először a 35 éves hagyományőrző együttesünket ünnepeltük. Kevés falu mondhatja el, hogy ilyen együttese van, aki alapítás óta folyamatosan működik. Ennek alkalmából itt 10-11-2 hasonló hagyományőrző együttes tálakört hívtunk meg, akik azt hiszem, hogy mindenki számára szép népi hagyományokat bemutató, népdalokat bemutató műsorokat adtak. Kis kertemben tulipántot ültettem, este reggel könnyeimmel öntöztem, lehullott a tulipán gyenge levele, babám karjával
itt meg csak a babám szerelme. Világos kék szemmel vagyok, meg bevedek belbe, nem gyógyít meg csak a babám szerelme. Lassan kocsis, hogy a kocsi ne rázzon. Meg én aztán már hiszem,
Thank you.
is, hogy a vasúti kocsik piszkosak, de a viteldíja itt is 100%-osak. A 70 éven felüli nyugdíjast ez nem zavarja, hiszen életében az volt a vágya, hogy nyugdíjasként az országot bejárja. Megy a gőzös, megy a gőzös kanizsára, nyugdíjasnak nem telik már tűzi fára, de azért mi nem busulunk, felülünk a vonatra és utazgatunk. Utazunk mi kelet-délre és nyugatra, beutazzuk az országot egy húzomba, mert amit mi szerte látunk, teljesedik színünk, lelkünk, egész vágyunk. Azt mondják, igen hűséges állat a kutya. Nem cipeltük el kedves kis kutyánkat, de eldaloljuk nektek most a hozzáírt dalunkat. Gyere, hóring kutyám, ne is nézz most hátra. Elszálltak az éve, ezt mindenki látja. Látod, a mi sorsunk, sem könnyű barátom. Ezt az életet a kutyának kívánom. Megfordult a világ, tudjuk, mi is látjuk. Ettől, ami most van, nem is sok jót várunk. Nyugdíjas életünk megvan magyarázva, olyan biztos, mint a kutya vacsorája. De én azért mégis irigyellek, hogyha urat szerint zsíros csontot löknek, és ha hízelegsz is, meg lesz majd a hála. Nagy kutya leszel te, tudod, nem sokára. A klubunkban különösen a hölgyek körébe többször is elhangzik, hogy idős asszony vagyok, már ide nem figyelek rája. Örülök, hogy ennyit értem, büszke vagyok rája. A jó kedvem soká tartson, én csak azt kívánom, fia. Olyan vagyok, mint a csillagos ég. Olyan vagyok, mint az engedelem a két orcámon. Villul a szerelem a sötétbe. Olyan vagyok, mint az engedelem a két orcámon. Virul a szerelem a sötétbe.
édesanyám vett nekem kalapot. Fújja a szél rajta a szallagot, ha nem fújja, magam is lobogtatom ezt a csalvát. Ide csalogatom a sötétbe, ha nem fújja, magam is lobogtatom ezt a csalvát. Ide csalogatom a sötétbe, szörös lábú kis macska, hol jártál az éjszaka? Este kiszöktél, reggel beszöktél, süttyom van. Áll a vitorla, kinek mi gondja van rája? Áll a vitorla, kinek mi gondja van rája? Éjfél után egy óra, kislány áll a kapuba, kapuba ketten beszélnek, csókot cserélnek, süttyomba. Éjfél után egy óra, kislány áll a kapuba, kapuba ketten beszélnek, csókot cserélnek, süttyomba. Köszönjük szépen, köszönjük. Hát utána jött a könnyedebb dolgok, ugye a BB Kenny koncert. Hello! Nagyon jó, és még van itt hely bőven, nagyon messze álltok, gyertek közelebb! Még azt hittük, sosem elég.
Gyertek még közelebb, mert annyira messze vagytok egyébként, nem lát, sajnos rossz a szemem, nem látok el odáig, az az igazság. Úgyhogy gyertek közelebb, meg oldalról nézni, hát mi a jó hátsomba, semmi. Szóval, ha újra kezdhetném, ezerszer újra itt lennék veletek, majd csak kinyögöm a címét, hát ez már az izgalom. Na gyerünk ezek a magasban, és hát nem nagyon jöttetek közelebb. Gyerünk, 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 van még itt hely. Ha mindenki megindul, akkor az nem olyan gáz. Ez az! Gyertek még! Nagyon messze vagytok! Végben állunk, veled mindig látunk, nélküled fázunk, ülelésre vágyunk, a csókot erepít, veled érzek minden szív, veled ír édes álmom, legszebb csodája, hadd maradjunk így. Ennek én nagyon örülök. Igen, most már kellene egy picit gyakorolni ezt a sikítást, mert tapsolni most már, na jó, úgy tudtok, de sikítani nem nagyon. Elfáradtál, drágám? Hú, de nagyon sokat dolgoztál. Azt a... Na, háromra mindenki sikít egy nagyot. Egy, kettő, három. Úgy táncolunk, ahogy sikítanak? Hosszú, fekete haj, sukár ez a csaj. Túlságosan gizda, Hello, véja megnyista. Ez se tetszik nekik. Akkor eléneklem nektek a Hova sodor a szél.
vagyok én, ha már te nem akarnál. Mert egyedül te vagy, aki kell, s ha nem is hiszed el, ma már csak te maradtál. Szívemben rég az a szerelemé, amit gyújtottál. Nekem ítél téged valami, az élet régen már. És forrul a föld, a karudba zár, mert veled oly szép a világ. De hova fúj, sodor el a szél, és hova jutok én, ha már te nem akarnál. Mert egyedül te vagy, aki kell, s ha nem is hiszed el, ma már csak te maradtál. Csodat talán az a pici varázs, de minket összetart. Dalol a szívem, ha közelebb lépsz, s mindig így lesz majd. És forog a föld, a karutba zár, mert veled ő szív a világ. De hova fúj, sodor el a szél, és hova jutok én, ha már te nem akarnál. Mert egyedül te vagy, aki kell, s ha nem is hiszed el, ma már csak te maradtál. De hova fúj, sodor el a szél, és hova jutok én, ha már te nem akarnál. Mert egyedül te vagy, aki kell, nem hallom, ma már csak te maradtál. Hogy egyedül sodor el a szél, azt nem akarom én, hát ölej gyorsan át. Mert egyedül te vagy, aki kell, és én nem adom fel, mindig vigyázok rád. Mindig vigyázok rád, de hova fúj, sodor el a szél, és hova jutott én, ha már te nem akarnál. Mert egyedül te vagy, aki kell, s ha nem is hiszed el, ma már csak te maradtál. Gyerünk! Hova és hova jutok én, ha már te nem akarnál. Mert egyedül te vagy, aki kell, s ha nem is hiszed el, ma már csak te maradtál nekem. Tapsvihar. Na gyerünk ezek a magasban! Szemedben rég, forró tűz ég, mert vár ránk egy elvarázsolt éjjel. Örökre megmarad, mit érzel, és soha nem többször összetört. Gyönyörű a pillanat, de nem sokáig tart. Nem tudom a holnap mit hoz majd. Gyerünk! Szemedben rég, forró tűz ég, mert vár ránk egy elvarázsolt éjjel. Örökre megmarad, mit érzel, és soha nem felejted el. Szemedben rég,
leszünk a vágyak tengerén, nem találjuk egymást, és én. Jöjj velem, utazunk most, minket vár a végtelen, reggelig elbújunk a nagy világ elől. Ezek a magasban, majdnem morró. Míg ott tartanak, hogy ez nem való, pedig az gyerünk, nem hallom, ez majdnem mondró. Szédül a fejem, az arcom tűzforró. Wow! Woo! Hogyan pi legyek, mondd mi kemény, körmömre égő köröm lak, hú, hogy oda ne rohanjak, pedig ez majdnem mondró, oh-oh, ez majdnem mondró, oh-oh, szédül a fejem, az arcom tűzforró. Wow! Te ismered ezt a dalt? Ki az, aki ismeri még? Nagyon jó! Az alsó szoknyám kilátszik, már csak egy Cadillac hiányzik. Benne egy sofőr, ez bomba jó, ma éjjel buli lesz, go, go, go. Ez majdnem mondró, oh, oh. Ez majdnem mondró, oh, oh. Szédül a fejem, az arcom tűzforró. Az arcom tűzforró. Hú!
szépen köszönöm! A zenekar már játszik. Nagyon jó! Hú, kezek a magasban! Egy, két, há, és! Nagyon jó! Téged elfogad a párom út, s nálad rendezőzünk.
nagyon jó. Istanbul, tartok képzeletem gitárul. Mennyi bomba élmény a kaszinóban. Elgobom magam, s álmodok, hogy csörögnek ott a jampecok. Sányon értik azt, hogy I love you. Wap, wap, shubidubidoo. Hey, a milliónyi szuvenír szépen véget kínál. Szól a swing, és jól esik egy drink a bárpultnál. Ahol vagyok, lépen száz zenyó farok. S én a fes fiúkkal az ívgatok. S rákintra a dúdolok. Hey, gyerünk! Oh, oh, bah, Istanbul! Wow! Oh, Istanbul! Oh, 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 Istanbul! Istanbul! Oh, 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 Istanbul! Da-da-da-da-da-da, Istanbul! Oh, 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 Istanbul! Istanbul! Yeah! Köszönjük szépen, sziasztok! Yeah.
Seven, six.
a mai nap az szabadtéri ballal zárul, de azért előtte lesz egy tűzijáték is 9 órakor, ami, hát egy ideig úgy voltunk vele, hogy megmondom őszintén, sajnáltuk a pénzt ilyen pár perc alatt elmúló, könnyednek tűnő szórakozásra, de aztán a 2004-es milleniumi falunapunkon, amikor először megrendeztük ezt a tűzijátékot, hát kiderült, hogy erre nagyon nagy igény van. Szinte a fejünk fölött történik ez a dolog, és azóta próbáljuk ezt a tűzijátékot minden évben megrendezni, így idén is 9 órakor látható lesz itt a tűzijáték.